Így érkezett reggel az ATV épületébe a 142-szeres argentin válogatott labdarúgóm, aki 1995-től 570 klubmérkőzésen vett részt az Internacionális csapatában, és akit ott csak úgy emlegetnek, a kapitány. Egy kis alapozó púderhajigazítás, és már kész is. Zanetti az Egyenes Beszéd stúdióján átérkezik a reggeli műsor adásába, kiegészülve az ATV vezérigazgatójával, aki bár Manchester United drukker, azt mondta, ha olasz fociról van szó, akkor csak az Inter jöhet szóba. Javier Zanetti először jár Magyarországon, utazásának célja pedig az volt, hogy az Inter Akadémia alelnökeként megnyissa az Inter Akadémia Szent Pál Hungary programot. A lehetőség van arra, hogy nagy hatású munkát végezzünk. Ami ehhez fontos, az az, hogy az elgondolásainkat és az etikai értékrendünket átadjuk a helyi edzőknek, ezt követően tudnak a gyerekek profi módon és karakterben is felvértezve haladni a pályafutásuk során. A Start Plusból a legendás játékos a Groupama Arénába indult, ahol sajtótájékoztatón mutatták be programjukat. A 8 éve született Inter Akadémia nem csak szakmai tudását, de filozófiáját is szeretné átadni növendékeinek. Mint mondták, elsősorban jó embereket szeretnének formálni, és csak másodszorban profi sportolókat. Ezzel a filozófiával a tájékoztatón résztvevő Gera Zoltán is egyetértett. A statisztika azt mutatja, hogy 100 gyerekből, akik elkezdenek futballozni, talán 2 lesz profi sportoló, és hogyha nem fektettek hangsúlyt arra, hogy tanuljon is, akkor mi lesz azzal a többi gyerekkel. A Szent Pál Akadémia szakosztályának vezetője szerint az együttműködés nagyon komoly lehetőséget jelent számukra a tovább lépésre. 100-150 gyerek van az egyesületben, akik le vannak igazolva, és szeretnénk ezt esetleg megduplázni, bekapcsolni a vidéki iskolákat, mert a vidéken is több ezer diák van, de ez nyilván lépésről lépésre fog történni, és ezeken keresztül motiválni a gyerekeket, a szülőket, hogy van jövője itt a Szent Pál Akadémiában a srácoknak. A Groupama Arénában már el is kezdődött a közös munka. A nagy csapatok helyett ezúttal a fiataloké volt a terep. Bemelegítés után cselezés, passzolgatás és kapuralövés. Az akadémistákat még a hideg sem zavarta, ahogy Javier Zanettit sem a sűrű program. Délután ugyanis már a Bornemisza Péter általános iskola és gimnázium diákjaival találkozott, akik így várták. Ez a örömünkre szolgál, hogy itt van köreinkben az Internacionale Milano labdarúgó csapatnak a képviseletében Javier Zanetti úr. A focistát meghatotta a fogadtatás és a gyerekek lelkesedése. Köszöntőjében azt mondtam, azért szeret fiatalokkal találkozni, mert eszébe jut az az időszak, amikor ő volt ennyi idős. Amikor én kisfiú voltam, volt egy álmom. Az álmom pedig az volt, hogy egy szép napon futballista legyek. Az álma pedig, ahogy a sportoló fogalmazott, a sok-sok áldozathozatalnak köszönhetően, amely a pályáját jellemezte, valóra vált. De azt is hozzátette, nagy kitüntetésnek érzi a közös munkát a magyarországi gyerekekkel. Mert bennetek olyan embereket ismertünk meg, akik ugyanazokat az értékeket vallják, amelyeket a mi társaságunk. Per questo ci impegneremo al massimo. Ezért apait, anyait bele fogunk adni. Per far sì che il calcio qui in Ungheria, hogy itt a magyarországi futball possa crescere con dei valori importanti, fontos értékekkel gazdagodhassék. Mindezek után a gyerekek következtek, lehetőséget kaptak arra, hogy néhány kérdést feltegyenek a volt válogatott labdarúgónak. Hogy sikerült ez az egész? Én a hát azzal kezdeném, hogy annyira szerettem a focit, hogy ez a szenvedélyemmé vált. Il primo regalo che ho avuto da parte della mia famiglia? Il primo regalo. Az első ajándék, amit a családomtól kaptam. È stato un pallone di calcio. Una? Un pallone di calcio. Egy futballcipő volt. Egy pár futballcipő. E da lì più o meno ancora ero più piccolo di te. Akkor én még nálad is törpén méretű voltam. Ho iniziato a giocare finché sono arrivato dove tutti avete visto. És csak játszottam és játszottam, amíg oda nem jutottam ahol. Però la prima cosa che mi hanno detto i miei genitori è ti piace il calcio? Bene, però prima devi studiare. Viszont a szüleim a lelkemre kötöttek egy dolgot. Szereted a focit? Oké, de először marsz tanulni.
Ezt az Intelmet az Inter Akadémia is fontosnak tartja, így a diákok értékelésénél a tanulmányi eredményeket is figyelembe veszik majd. De azok a fiatalok, akik ezen a téren is eredményesek, meghívást kapnak egy milánói útra, ahol részt vehetnek majd egy nemzetközi tornán.